Olasz rizlinget kóstolnak a borászok Egerszóláton. Az idei aranytőke borszemlére mintegy 150 nevezés érkezett. Rossz nem volt, meg eddig még nem volt olyan nagyon kiugró sem. De volt egy-két szép tétel. Itt én elég szigorú vagyok, úgy látom, a többiekhez képest, de viszont ízlettek a borok. Kezdetben 6 település részvételével indult a szemle, amely ma már országos hírnévre és érdeklődésre tett szert. Elindítottuk, hogy legyen egy borverseny, és akkor ennek kitaláltuk a logóját, a címét, és tulajdonképpen a lényege, hogy megmérettessük a borokat, és minél jobb színvonalú borok keletkezzenek a kistermelőknél is, de én úgy gondolom, hogy a minőségi boroknál is. Nemzetközi rendszerben értékelik a borokat, amelyek 7 borvidékről érkeztek. A minták közel fele fehér bor volt, ennek többsége pedig olasz rizling. Ez egy nagyon fontos fajta, tehát a Szólát hagyományában, egri borvidéken és a Kárpát-medencében is. Nagyon megtisztelő dolog, hogy ennyi komoly borszakértő elfogadta a meghívást, és nemzetközi szintű borszakírók, szaktekintélyek is vannak. A legjobb fehérbor díját a Mátrai Molnár és fia pincészet 2016-os évjáratú abasári olasz rizlingbora hozta el, míg a legjobb vörösbornak járó elismerést az Egri Koronaborház 2015-ös kék frankosa nyerte. A szemle legjobb rozéborának a Szent Andrea szőlőbirtok szeretettel Egri Pinot Noir 2016-os borát választották.